Kultúrtér program nyílt nappal várták az érdeklődőket a Flash központban. Népszerű a Munkácsi kiállítás, az 5000. látogatót köszöntötte a város. Hunyadi Szalagavató, idén mintegy 170 diák végez az iskolában. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Első alkalommal szervezett kulturális nyílt napot a Flash központ február 1-én. A program célja az volt, hogy az érdeklődők bepillantást nyerhessenek a kulisszák mögé. A nyílt naphoz a Huszárgál Városi Könyvtár és a Mosonmagyaróvári Városi Televízió is csatlakozott. Az Éretlenek zenekar nyitotta meg a Flash Központ első kulturális nyílt napját szombat délelőtt. Az eseményen 4 órán keresztül tárlatvezetéssel nyerhettek betekintést az érdeklődők a Flash Központ kulisszái mögé. Így a Ritmus Térvarázs könnyűzenei műhely Mosonmagyaróváron a Flash Központban című projekt keretében elkészült próbatermeket és hangstúdiót is megnézhették a résztvevők, de nyitott ajtókkal várta az érdeklődőket televíziónk stúdiója is. A nap folyamán aztán a Flash központban működő csoportok is bemutatkoztak, többek között a Mosonmagyaróvári Kertbarátok köre, a Margaréta Nyugdíjas Klub, a Teátrum Átflexum Színházi Egyesület, vagy éppen a Mosonmagyaróvári Fotóegyesület. A nap folyamán Nándasi Ferenc saját készítésű gitárjaival mutatkozott be, de Lőrinc Attila egyedi gitárerősítők alkotója is a program vendége volt. A nap folyamán pedig koncertekkel színesítették a nyílt napot, így fellépett a Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes, de a Lasztics Balázs és Fontszemű Miklós is. Először abba gondolkodtunk, hogy van egy projektzárunk is, ami a Ritmus Tér Varázs zenei műhelynek a projekt átadója volt, és azt gondoltuk, hogy rengeteg új helységet adtunk át, és ezért gondoltuk azt, hogy mutassuk meg a városlakóknak, vagy akár az itt dolgozó kis csoportoknak, hogy tényleg milyen új helyeink vannak, és ezért gondoltuk azt, hogy legyen egy nyílt nap, és mindenki megnézheti azt, hogy tényleg mi van a kulisszák mögött, vagy akár mi van a szenikába, ahonnan irányítják a fényt, vagy a hangot a színházterembe. Délután aztán a Fiók ki mit tudra várták az érdeklődőket, este pedig ismét helyi zenekarok koncertjeire került sor. Bár a kulturális nyílt napot első alkalommal szervezték meg, nem kizárt, hogy a jövőben többször is lehetőséget biztosítanának arra az érdeklődőknek, hogy betekintést nyerjenek a Flash Központ kulisszái mögé. Alig másfél hónapja nyílt kiállítás Munkácsi Mihály képeiből Mosonmagyaróváron, már is több ezren voltak kíváncsiak a művész alkotásaira. Február 3-án az 5000. látogatót köszöntötte a város. Csáki Mária Krisztina másodikos piaristás diák emléklapot és ajándékcsomagot vehetett át a polgármestertől. Művészeti nevelés óra keretében látogattak el másodikos piarista iskolás tanulók a Csellei házba, hogy testközelből megismerjék Munkácsi Mihály munkásságát. A diákok egy interaktív tárlatvezetésen vehettek részt. Majd a későbbiekben is figyeljétek meg, hogy az ablakok mennyire jól sikerültek neki. Ablaknak látom, és az ablak mögötti teret is látom. A tárlatvezetés alatt még nem sejtették a gyerekek, hogy valakit közülük megjutalmaznak. Árvai István polgármester is csatlakozott a diákokhoz. Elmondta, azért van itt, hogy köszöntse a Munkácsi kiállítás 5000. látogatóját. Te vagy az 5000. látogatója a Munkácsi kiállítás. Csáki Mária Krisztina megteppenve vette át az emléklapot és az ajándékcsomagot a polgármestertől. Én nem számítottam, és nagyon meglepődtem, hogy ide jöttek, és nekem mondták a nevem. Mit láttál itt a kiállításon? Hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik. A polgármester elmondta, nagy öröm a városnak, hogy tanárok és iskolás csoportok is érdeklődnek a kiállítás iránt. Ma került sor az 5000. látogatónak a regisztrálására, és ez pont a piarista iskolából egy kicsi lány volt. Ezért jöttünk ma át, és adtunk át neki egy emléklapot ebből az alkalomból, illetve egy családi meghívót, kis könyveket, hogy kicsit később is gondoljon vissza erre az eseményre, és majd úgy mesélje ő is, nagy Isten a gyermekeinek, hogy Mosonmagyaróváron látta ezeket a képeket, amik méltán világhíresek.
Zsódi Viktor, a piarista iskola igazgatója is gratulált diákjának, és elmondta, az iskola nagy hangsúlyt fektet a művészeti nevelésre. Most már ez a sokadik osztály, amely átjön és megnézi ezt a kiállítást, látszik, hogy nagyon nagy a lelkesedés. Én eddig akár gimnazista, akár általános iskolás diákoktól csak pozitív visszajelzéseket hallottam, és rengeteg fotó látható, még a Facebook oldalunkon is, ahol látszik, hogy élvezik és érdeklődve hallgatják egyrészről a múzeumpedagógiai előadásokat, másrészről magukat a képeket is nagyon élvezik. A Munkácsi kiállításra március 8-áig várják az érdeklődőket. Megtelt a Flash Központ színház terme, ugyanis rengetegen voltak kíváncsiak a Hunyadi iskola szalagavató műsorára. A diákok egy keringővel nyitották meg a rendezvényt, idén közel 170 tanuló fog végezni. A himnusz után a végzős tanulók tánccal nyitották meg a Hunyadi iskola szalagavató rendezvényét a Flash Központban. A tánc után Bertalan Regina és Szabó Panna egy Illyés Gyula verssel köszöntötte a végzősöket. Formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni. Azt a lényt, ki még csak agyag, bennetek s halvány akarat. Több mint 100 hunyad is végez idén. Szalagavató műsorukra nagyon sokan kíváncsiak voltak. Teljesen megtelt a Flash Központ színház terme. 160-170 közötti gyerek létszámunk végez. Ebben az esztendőben két szak gimnáziumi osztályunk és 5 szak közepes osztályunk. Borsics József, az iskola igazgatója is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, a tanárok néha túlzottnak tűnő szigora mögött mindig ott volt és van a jó szándék és a segíteni akarás. Mi, az iskola dolgozói igyekeztünk olyan embereket nevelni belőletek, akik számára a tudás, a becsület, a tisztesség az igazi érték. A végzősök már nagyon várták a szalagavatót. A táncra például hónapok óta készültek. 12-es A osztályba járok, kozmetikusnak tanulok. Nagyon vártam ezt a napot, igaz, kicsit még mindig izgulok, de remélem minden rendben lesz. Néhány diáknak már konkrét terve van a jövőre nézve. Májusban érettségizek. Jövő évben lesz plusz egy év szakma, azaz autószerelő szakma, utána pedig otthon a családi gazdaságban szeretném folytatni a munkát. Az iskola egy kis filmmel is készült a végzősöknek, majd diákok búcsúztak tőlük. Ezután tűzték fel a szalagokat, elsőként az osztályfőnökökre és azokra a tanulókra, akik tanulmányi vagy közösségi munkában kiemelkedően teljesítettek. Majd pedig az osztályok is megkapták kék színű szalagaikat. A szalagavató műsor a Most múlik pontosan című dallal zárult. Kidöntött egy jelzőlámpát egy részeg autós vasárnap hajnalban Mosonmagyaróváron. A sofőr a Szent István úton hajtott, amikor a régi Vámház tér 5-nél felhajtotta járt a szigetre, neki csapódott a lámpának, ami az ütközéstől kitörött. A férfi nem sérült meg a balesetben, a rendőrök még a helyszínen megszondáztatták, ami pozitív értéket mutatott, ezért el is vették a jogosítványát. A baleset körülményeit büntető eljárás keretein belül vizsgálják. A csornai eset fogadta a Krédóbusz Mosonmagyaróvár futszál csapata hétfő este a regionális futszálbajnokság 11. fordulójában az UFM arénában. A mérkőzésen az U17-es korosztály játékosa, Puszter Balázs is bemutatkozott, aki 3 gólt is szerzett. Az MTL futszál csapatának könnyű dolga volt, 13-0-ra nyerte a találkozót. Röviden a szerdai időjárásról. Délelőtt még sokfelé felhős időre van kilátás, jelentős csapadék térségünk felett nem valószínű. Délután aztán felszakadozik a felhőzet, a nap is kisüthet. Marad az élénk, erős légmozgás, napközben 4 fokot mérhetünk majd Mosonmagyaróváron és környékén. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most a Generációnk című magazin műsor következik. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!